Egységes és közös reptéri koronavírus tesztelést javasol több amerikai és európai légitársaság. A British Airways, a Vueling, az Iberia, az Aer Lingus és a Lufthansa, valamint az American Airlines és a United Airlines vezérigazgatói közös levélükben azt írták, hogy legyen egységes tesztprogram, amivel növelni lehetne a transatlanti repülőjáratok iránti bizalmat. A levelet Mike Pence amerikai alelnöknek és Ilva Johanssonnak, az EU belügyi biztosának címezték. Az Európai Unió júliusban részben megnyitotta külső határait, de az Egyesült Államok nincs azon országok között, ahonnan szabadon beléphetnek az utasok. Az egyes országok jelenleg külön-külön szabályozzák, honnan lehet szabadon belépni, illetve azt is különbözően szabályozzák, kinek kell karanténba vonulnia illetve kik nem léphetnek be egyáltalán egy-egy ország területére, és változatos módszereket használnak tesztelésre is.